Jó estét mindenkinek! Valadik Mihálynak hívnak és felvezetős során Tudományi Egyetem mesterszakos hallgatója vagyok, programtervező informatikus szakon, és most az előadásomban röviden a Google Summer of Code-ról, illetve a benne lévő Riverdesk Creation Dialog című munkáról szeretnék beszélni. Hát esetleg akik nem tudják, hogy mi az a Google Summer of Code, ez egy olyan program, ami a hallgatóknak segít betekintést adni a nyílt forráskódú világba, és nem mellesleg emellett pénzszerzési lehetőséget is ad. Hát, hogy ez olyan működik is, hogy vannak a nyílt forráskódú programok, ezekkel szervezetek jelentkezhetnek a programba, majd akik felvételt nyertek, azok különböző projektmunkákat írnak ki, amire az egyetemi hallgatók jelentkezhetnek. Ezekhez mind van egy vagy több mentor rendelve, akik a hallgatók munkáját segítik. Ez a munka, ez egy nyári munka, tehát hogy körülbelül 3 hónapig tart, és ez alatt 2 mérföldkövön kell túlesnünk. Az egyik az a felénél, a másik a végénél, és ez azért fontos, mert akkor a mentor értékeli a munkákat, hogy megfelelően dolgoztunk-e, eleget dolgoztunk-e, és ha igen, akkor hát megfeleltünk, és csak ezután kapjuk meg a fizetésünket. Az én munkám az volt, hogy átdolgozom az Expert Configuration Dialogot, ami eredetileg így nézett ki. Ez az Expert Configuration Dialogus ablak tartalmazza feltehetőleg az összes beállítást, ami a LibreOffice-ban megtalálható. Látszik, hogy nem túl felhasználóbarát, tehát még a Summer of Code-et is dolgoztam vele, aminek az eredménye ez lett, tehát hogy implementáltam egy keresőmezőt hozzá, raktam bele, tehát ezt a csíkozást láthatjuk, illetve a oszlopoknak a sorba rendezésére egy kicsit javítottam. De ami igazán gond volt, és a Summer of Code téma volt, az hogy tehát láthatjuk ezt a táblázatot, ez nagyon sok sort tartalmaz, tehát kb. 30 ezer vagy még többet, amit azért hát viszonylag hamar betölt, de hogyha az accessibility-be van kapcsolva, tehát főleg a képernyőolvasó, akkor nagyon lassú, tehát vagy kifagy, vagy nagyon-nagyon lassú volt. Feltehetőleg az volt a gond, hogy az összes sort keselni akarta, és ez azért eléggé idő és memória igényes. Erre az volt a megoldás, hogy akkor töltsük be őket dinamikusan. És akkor 2 ötlet volt, az egyik, hogy ami éppen látható, ugye, tehát ha görgetünk fölfele, lefele, akkor azokat töltse be, a másik pedig a fa nézet legyen. Ezt választottuk, vagy ez lett választva, amivel alapból ezek a beállítások is így fa struktúrában vannak rendezve, és így kézzelfekvő volt ez a megoldás. Aminek az eredménye itt látható, tehát ugye elveszelbett, hogy a rútot, majd a gyerekeit, és hogyha csomópontra rákatítunk, annak ugyanúgy dinamikusan betöltjük a gyerekeit, tehát ahogy ez kell, és így már, hogyha be volt kapcsolva a képernyőolvasó, nem volt gond, hiszen nem töltötte be azt a horribilis mennyiségű sor. Gyakorlatilag ezzel végét is ért a munkám, annyi volt, hogy amit még korábban implementáltam, tehát a keresés, illetve ezt a csíkozás, ez elromlott sajnos, mert a keresés ezt a preferences boxot használta, amiben 2 dolog is változott, egy nem töltjük be az összes sort, a másik meg, hogy a preference name változott, tehát nem a teljes poszt tartalmazott, csak éppen az adott csúcsnak a nevét. A másik a csíkozás, az nem gondoltam arra, hogy ha betöltünk újabb sorokat, akkor esetleg figyelni kéne, hogy az előző sor milyen volt. És itt láthatjuk is a példát, hogy itt a szülő és a gyerek mind szürke háttéren volt, de ezeket könnyen én kijavítottam, és szerencsésen teljesítettem a Summer of Code-ot. Az Expert Configuration Dialogról még annyit, hogy hát ez viszonylag fontos, mert főleg a fejlesztőknek, hisz egyszerűbb itt megtalálni, megkeresni és átállítani egy beállítást, mint mondjuk a beállítások dialógus ablakba végig kattintgatni, vagy
nem is biztos, hogy megtalálható vele. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna.